Az Országos Népviseleti Konferencián kiállított ruhák többek között a Nógrádi és a Hevesi Palóc, a Barkóság, a Jász, a Matyó és a Kalotaszegi népviselet jegyeit mutatják. Berzevici Fehér Jánosné, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnöke úgy fogalmazott, a rekonstruált ruhák megmutatása mellett a cél az, hogy a különböző tájegységek jegyei ma hordható modern ruhákon visszaköszönjenek, akár formában, anyagválasztásban vagy motivumok használatában. A népiparművészeknek, a dizájnereknek most az a feladata, hogy a régiek alapján nyilván, hogy maga a tájegység valahogy megjelenje, akár egy hímzés motívum azon a ruhán, vagy akár egy formát át tudjanak örökíteni a mába, hogy napjainkban is azokat tudjuk viselni. Veszprémi Katalin, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének tárvezetője elmondta, fontos lenne a fiatal kézművesek és dizájnerek képzése, de egyelőre nagyon kevés olyan program van, ahol ők együtt tudnak gondolkodni. Hozzátette, probléma az utánpótlás is, hiszen a művészeti oktatásból kivették a népi kézművességet, de talán most elindulhat egyfajta változás. Most ősszel sikerült 10 év után elérnünk, hogy művészeti alapiskolába a népi játék kismesterség oktatója végzettséggel lehessen tanítani, ami azt jelenti, hogy most itt a lehetőség előttünk, hogy az új generációknak ezt megmutassuk, és ezt gyerekkorban kell elkezdeni. A 9. Országos Népviseleti Konferencia kiállítása május 7-ig látható a Bartakovics Béla Közösségi Házban.